Hova is érkezünk, Mátya? Brussels, Brussels, playing the Ghent. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy a baj, gyerekek. Úgy néz ki, hogy teljes mértékben lekéstük a gépet, hiába is szaladgálunk ide-oda, el fogunk késni. Csak azt nem tudom, hogy most kint mit fogok mondani ugye a közönségnek, akik nagyon nagy szeretettel várnak minket. Hát nagyon-nagyon aggódom, hogy most mi lesz. Kijutunk, nem jutunk. Nagyon izgulok. Végül nem késtük le, hála jó Istennek. Végül nem. Majdnem sikerült. El se hiszem, drága mennyatyám, köszönöm neked. Elkaptuk a gépet. Most már csak az maradt hátra, hogy le ne zuhanjon a gép, érjünk ki Belgiumba. Aztán hagyd szóljon a buli. Hölgyeim és uraim, most már használhatják elektronikus eszközeiket, de kizárólag repülőgép üzemmódban. Megérkeztünk Belgiumba. Where are you going?
A fogadtatás egyszerűen szenzációs volt. Hát Belgiumban azt kell mondanom, hogy itt volt német, szlovák, mindenfajta származású, és hát egyszerűen akkora buli és mulatás van, gyerekek, hogy füstöl a buli, füstöl a buli. Hát egyszerűen ez, hogy egyszerűen az közönség kijött velem a végén, és velem együtt táncolt kint az autóknál. Leírhatatlan érzés. Remélem találkozunk még Belgium. Ugye, vettünk egy házat Pest megyébe közelbe, Tápióaszentmártonon. Az úgy volt, hogy kész lesz nekünk. Ugye ott végül volt egy problémák adódtak, az most elcsúszott. Vettünk egy másik házat, ami kész ház. 2 hektár föld van hozzá, nagyon nagy a ház, végre mindenkinek külön szoba, hatalmas minden. Most elkezdtük ennek az újítását, egyelőre a belső munkákat. Ugye, hát most elmegyünk és akkor vásárolunk csempét. Ez is 60x60-os, csak egymás mellett vannak a csempék. Azért fehér, ez szép. De ha megnézed, akkor a gyere nem fehér. Annyira. 1990. Ami a csempe meg szép, abból nincs. Nézd, hogy 80-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 
Ilyen minta bele fog jönni, azt mondja, hogy ilyen minta, hiszen egy felhasználtan el, ilyen minta fog belejönni, és ezt a csempét felhasználtuk. Ezt a csempét felhasználtuk. Ez lesz a fajba. Csak hogy jó minta bejön közé, de nem tudom, hogy az. Most jó, igen. Jó, az ilyen jobban tetszik, de mindegy, hogy azt választotta. Köszönöm szépen, szép napot. Azt hiszem, hogy most elvenni. Lesz ó. Meddig tudok visszajönni? Mikor tudok visszajönni érte? Majd 5-ig. 5-ig? A 4-re jövök, az jó? Jött. 30-20-90, az 30, második. Mennyit? 3,84. 100, 60, 62, 20, 40, 60, 63, De elválasztottam hozzá ilyen izét. Ilyen belakás. Itt be nem lesz egy ilyen jó akármú. Ilyet tettem hozzá, nézd. Hogy bele. De hova? Közepébe. Még?
leült, te fiát kell pakolászni, mert az úgy leült, hogy vége volt. Drága testvérkém, hiába jönnek, segítenek nekem, az Isten áldjon meg, drága rajmikám. Isten segítse meg a családodat. Veletek együtt, nem vagy testvérkém? Én is, de Isten is meghálálja, az biztos. Na jó. Hát én azt gondoltam, hogy ugye a másik házat ott hagytuk épp ezért, hogy egyelőre azt most befejeztük annak a munkálatait. Azt gondoltam, hogy mivel egy kézházat veszünk, sokkal egyszerűbb lesz ennek a munkálatai, de viszont azt kell mondjam, hogy már most beletársultam az egészbe, úgyhogy tönkre vagyok. Akár tegnap. Nekem költözött el az út végigre. Mik a könyvek? Akkor most döntsük el közösen, hogy melyik legyen a következő dal. Gyere érez! Istenem! Akkor van egy ilyen is, hogy megint bántották a szívem. Lesz azért egy kis pattogós is a végén, azért jöhet is hoztam nektek. Mit szóltok hozzá? De táncolni is fogtak akkor. Láttam a csajok bólogatnak. A fiú bólogatnak, lesz itt táncolás? Na, nem volt meggyőző. Na, akkor a következő dal címe. Jönnél még te vissza? Biztos? Katakülni mindenkinek! Nagyon-nagyon sok szeretetek a nevükből!
egyszerűen olyan boldogság tölt el a színpadon, amikor érzem azt a szeretetet, amit kapok a közönségtől, ahogy szeretnek. Mondjuk, ha kérnek egy nótát, egy lassú dalt egy koncerten, nagyon nagy dolog, és a gyerekek, ahogy árad a szeretet, ahogy jön fel, jön felé, meg minden, leírhatatlan érzés. A legnagyobb rajongó táborom azok a gyerekek. Nagyon-nagyon szeretnek engem, én is ugye érzik rajtam a szívemet, ugye nem véltem a 8 gyerekem.